Önfeledten vették birtokukba a vadi új játszóteret a gyerekek Börzsönyben, a kisebbek és nagyobbak is örömmel fogadták a focipálya mögött létrehozott közösségi teret. Akkor hintáztam, meg felmásztam ezeken az izéken, amíg mászókán, ahol vannak a kislányok. A helyiek szerint nagy szükség volt már a faluban egy találkozási pontra. Anyukám börzsönyi származású, úgyhogy sokat járunk ide, úgyhogy örülünk neki, hogy van egy ilyen zárt tér, mert az út miatt elég veszélyes itt a gyerekeknek, de így akkor most már el tudjuk engedni őket. A Bonyhád Börzsönyért Egyesület elnöke azt mondja, egy hatalmas közösségi összefogás eredményeként jöhetett létre a játszótér, hiszen minden ezzel járó munkálatot a falubeliek végeztek. Az egész falu összefogott, itt voltak a fiatalok, itt voltak az idősebbek, akik éppen nagypapák vagy nagypapák lesznek, vagy apukák lesznek, vagy már apukák, anyukák, nagymamák, mindenki jött, és mindenki csinálta a dolgát, tényleg annyira összefogott itt most a falu, hogy ezt így nem is lehet, úgy, nem is tudom elképzelni, hogy ennél nagyobb összefogás lehetséges. A játszótér 10 millió forintból valósult meg, amit Bonyhád város önkormányzata biztosított az egyesület számára. Lehet, hogy forintálisan ennyibe került ez a játszótér, vagy ennyit ér, de én azt gondolom, hogy ennél sokkal, de sokkal többet jelent, és többet ér nem csak a börzsönyieknek, hanem mindenkinek, aki részt vett abban, hogy ez megvalósulhatott, hiszen az a szó legszorosabb és legjobb értelmében olyan összefogással, olyan társadalmi munkával, olyan jó szervező készséggel oldották meg a semmiből ezt a játszóteret, amire mindenki nagyon büszke lehet, aki ennek részese volt. Az egyesület nem először fogott össze az önkormányzattal, hiszen korábban már az erősen leromlott állapotú, életveszélyessé vált harangláb újjáépítését is támogatta a városvezetés.